Naponta nyerhettek egy darab páros belépőt a november 24-e, az holnapi David Guetta film bemutatójára. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyen film is ez a David Guetta film, most figyeljetek, hiszen nyerhettek egy páros belépőt, hogyha válaszoltak a következő kérdésünkre. David Guetta melyik dalában működött közre Akon? Hogyha tudjátok, akkor most hívjatok minket a 877-1550-es telefonszámon, hiszen ugye megnyerhetitek a holnapi bemutatóra az egy darab páros belépőt, tehát elmehettek a párotokkal, és jól megnéztetek ezt a filmet. A nyeremény felajánlója a Coca-Cola szolgáltató Kft. Nézzük, milyen SMS-eket kaptunk eddig Gagával kapcsolatban, vagy Gaga nélkül. Gaga nagyon jó csaj, ez áll jól neki. Amit csinál, azt nagyon jól csinálja. A világ a lába előtt hever, Roland írta ezt nekünk. Tehát Roland egy pró véleményt fogalmazott meg Lady Gagáról, hogyha nektek is van véleményetek ezzel kapcsolatban, hogy jó csaja vagy nem, akkor írjátok meg nekünk. Gagának fantasztikus hangja van. Az öltözködésén pedig csak nevetni tudok, Pic úr írta ezt nekünk, viszont a hangját szerintem azt elismerhetjük mindannyian, hogy tényleg nagyon-nagyon jó hangja van. Az öltözködésére pedig nem kell kitérni, én mondjuk nagyon szeretem személy szerint. Oké, nyilván nem venném fel ezeket a ruhákat, amiket ő hord, például a parabolát vagy a húsruhát, de ettől függetlenül mondjuk egy fellépésen nagyon jól mutat. Drága Sari, nagyon szeretlek, és köszönöm neked a tegnapi délutánt, nagyon jól éreztem magam. Sok ilyen pillanatot még nekünk, remélem nézed a műsort. Így, ha igen, Gergő írta ezt Sárinak. Viszont én úgy tudom, hogy már van is a vonalban egy megfejtőnk. Halló, halló! Szia! Szia, hogy hívnak? Gréta. Szia, Gréta. Tudod, hogy Akon melyik dalában működött közre David Guettával? Igen, Sexy Bitch. Ügyes vagy, meg is vagy tapsolva. Megnyerted a holnapi bemutatóra páros belépőt. Remélem, hogy tetszeni fog neked a film. Köszönjük, hogy játszottál velünk. Szia, szia, szia!